Az iskola nagyobb családban is megéljük az összetartozás érzését. A szervezésben a szülők is aktívan részt vettek, mindenben segítettek, jó érzés volt ezt megtapasztalni. Ezúton köszönjük minden szülői, pedagógusi segítséget, mellyel hozzájárultak a mai nap sikeréhez, és támogatják a felsős diák önkormányzatot. Most felkérem Pató Józsefné igazgatónőt, mondja el ünnepi beszédét. Emlékszem, rég volt. A bezárt ajtót hosszú estékkel remegve lestem. Vártam nyílását azon a sok-sok felejthetetlen, szép, gyermekkori karácsony esten. Kipirult arccal, dobogó szívvel úgy vártam, mikor fordul a zárja, mikor tárul fel, mikor ragyog fel a titkok vája. Ó, úgy csábított minden ága. Rég volt. Azóta évek repültek, s azt teszem észre, felnőtt, fénygyerek, ez már nem emlék. A karácsonyi ajtót lesem még. Tudom, az ajtó egyszer kitárul. S jöhetnek gondok vagy szenvedések. Ez ad most nékem derült, nyugalmat, hogy ott az élet az ajtó mögött. Én is nagy szeretettel köszöntöm Önöket a felsős karácsonyi műsorunkon, rendhagyó helyszínen, most az iskola tornatermében. Felnőttként is várjuk, hogy kinyíljon a karácsonyi ajtó. Várjuk a titkot, a csodát. A szívünket nyugalom béke árasztja el. Várjuk, hogy megjelenjenek előttünk az angyalok. A karácsonynak különleges varázsa van. A legszebb, a lelket legmélyebben megható ünnep. A világ a gyertyák, csillagszórók fényében megszépül. Az ünnep idejére elfeledjük mindennapi gondjainkat, bajainkat. Varázslatos idő ez. Tele csodálatos gondolattal, érzelemmel. De csak akkor, ha befelé is figyelünk. Mindenkinek meg kell találnia a karácsonyhoz vezető békesség útját, hogy az ünnep valóban szeretetteljes legyen és meghitt. Ehhez meg kell tisztítanunk a lelkünket, fel kell díszítenünk ünnepi érzésekkel, szeretettel a szívünket. A karácsony értékét, igazi értékét az adja, hogy kitárjuk lelkünket, hogy örülni tudunk a pici, apró csodáknak, hogy megtaláljuk lelkünk békéjét. Ezt a megtalált békességet, szeretetet szét kell aztán árasztani, hogy később erőt adhasson a gondterhes napokon is. Az iskola felsős tanulói, pedagógusai hetek óta lázasan készültek a mai estére. Tekintsenek körbe, nézzenek gyermekeink csillogó szemébe, érezzék át azt a szeretetet, amellyel készültek a mai estére. Gyönyörködjenek a színjátszók, a fényjáték, a versmondók, az énekkarosok produkciójában. Nyissák ki szívüket, nyissuk ki együtt azt a karácsonyi ajtót, amely mögött titkok várnak bennünket. Éljék át újra velünk együtt a régi gyermeki örömöket, a csodavárást. Engedjék meg, hogy elsőként én kívánok mindenkinek az ünnepekre békességet, boldogságot, egészséget. Este, mikor kigyúlnak a karácsonyi fények, a gyermekkori álmok egy percre visszatérnek. Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol, s a gyertya fényénél még a csillag is táncol. Mikor a fenyő illata megérinti szívünk, ezen az estén kicsit az álmokban is hiszünk. Nem szeretnénk mást, csak boldogok lenni, és másokért a szokottnál is többet tenni. Köszönöm, hogy meghallgattak, további szép estét kívánok Önöknek!
zenekar műsora következik. A kórus körülbelül 50 tagot számlál, és részt vesz szinte minden iskolai ünnepségen. Mai műsorok: Beretki Szinetár, Karácsonyi Medli, Zsida, Szőkepatás, BNF és Adri, Legyen egy ünnep, Lola, ünnepelj ma velünk. Versmondók: Nagy Zsófi Bianka, Kaszál Zoé, Hajdi Boglárka és Bihari Dorottya, 6. osztályos tanulók. Felkészítőjük Bordásné Keserű Zita. A kórust az est folyamán vezéli Kis Olga zenetanár. Gyert, gyert, gyert,
repül a karácsony felé. Szép tündérország támad föl szívemben, ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, ilyenkor decemberben. Bizalmas szívvel járom a világot, s amit az élet vágott, behelkeztem a sebet a szívemben, s hiszek újra égi szeretetben, ilyenkor decemberben. S valahol csak kétkedő beszédet hallok, szomorú nézek. A kis Jézuska itt van a közelben, legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületen, s ne csak így decemberben. Csida Jenő, itt van a szép karácsony. Itt van a szép, víg karácsony, élünk dión, friss karácsony. Mennyi finom csemege, kicsi szíved, remege. Karácsony van minden ága, csillog, villog, csupa drága. Szép mennyei üzenet, kis Jézuska született. Jó gyermekek mind örülnek, kályha mellett körben ülnek. Aranymese, áhítat, minden szívet átítat. Pásztorjára szóbe bejönnek, s kántrába ráköszönnek a családra. Fura nép, de énekük csula szép. Tiszta öröm tüze, átég a szemeket, a harangjáték szól. Éjféli üzenet, kis Jézuska született. Virága. Ciporkázó csillag gyúl, szent karácsony éjjelén. Ott ündököl minden szívben a szeretet s a remény. Hintsük szerte a világban, mint földműves a magot, adjuk tovább valamennyit, attól leszünk gazdagok. Szeretetünk csírájából ágak sora tör elő, s új rügyeket bontogatva, napról napra egyre nő. Ha tápláljuk, rügyet fakaszt, majd szépséges virágot, boldogabbá varázsolva a sóvárgó világot. Adi Endre, karácsony. Harang csendül, ének zendül, messze zsong a hálaének. Az én kedves kis falunkban, karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni, az én kedves kis falunkban a messiás boldogságot szokott hozni. A templomba hosszú sorba indulnak el ifjak, dédek, az én kedves kis falunkban hálát adnak a magasság istenének. Mintha itt lenn a nagy Isten, szent kegyelme súgna, szállna, az én kedves kis falunkban minden szívben csak szeretet lakik mára. Yeah.
Thank you.
Végezetül az iskola színjátszó csoportja Dickens karácsonyi énekének színpadi változatát adja elő. Felkészítőjük Nagyné Barna Mária, magyar tanár. Szeretnék kérni, mert vannak olyan gyerekek, akik szerepelnek mind a három műsorszámban, és egy kis technikai probléma adódott. Egy perc is. Köszönöm.
karácsony! Mi jogod van neked a vidámságra? Ugyan mi jogod van? Ugyan, no. Magának milyen jogod van a rugalmasságra? Erre a rossz feltétlenül. Van pénze, elég gazdag. Ugyan, madarság! Ne legyen harapos, bácsi! Hát mi legyen, amikor ilyen halom világban élek? Vidám karácsony! Ilyenkor az ember egyebet sem tesz, csak számlákat fizet. Pedig nincs is rá elég pénze. Ekkor jön rá az ember, hogy egy évben, öregebben, de egy órával sem gazdag. De bácsikám! Öcsi, ünnepeld a karácsonyt a magam módja szerint. De el kell hagyd pénzt. Hadd ünnepeljem én a magam módja szerint. De hisz maga nem is ünnepel, maga csak dolgozik. Én úgy érzem, ilyenkor minden ember kitálja a bezárt szívét. Ha magának még egy hangját van, az állás elvesztésével ünnepelheti a karácsony. No, ne haragudjék, bácsikám! Inkább jöjjön el hozzánk holnap, vagy csorázzék velük. Hát most aztán menjen a kórházba. Legközelebb ott lássuk egymást viszont. De miért? Alászolgálj! De már azt mondja meg, miért nem? Alászolgálj! Holnap biztos egy viszont meg tudok adni a neki. Márni urakhoz van szerencsénk, ugye vár? Már én már 7 esztendeje meghalt. Éppen maga 7 esztendeje. Sajnáljuk. De úgy gondolom, ön biztosan megtartotta bőrkeszűségüket. Scrooge volt, ilyen karácsony volt. Még inkább segítségre van szüksége a szegény és elhagyott embereknek, akik ilyenkor is sokat szenvednek. Nincsenek börtön? De! De van. Hát a menedékhelyek? Igen, vannak. És a törvények, amelyek ezeket szabályoznak? Működik mindkettő. Engedje meg, hogy elmondjam, hogy mi magunkra vállaltuk egy olyan alapítványnak a működését, amelyből enni, innivalót és tüzelőt vásárolhatunk a szegényeknek. Biztosan ön is tudna támogatni bennünket. Milyen összeget írhatok az ön nevemen? Semmi. Talán én szeretne maradni? Egyedül akarok maradni. Az ilyen intézményeket támogatja az állam. Aki rászorul, menjen oda. Sokan nem mehetnek oda, inkább meghalnának, hogy oda kerüljenek. Ha inkább meghalnának, akkor inkább halljanak is meg. Ezzel is csökkentjük a felesleges népességet. Alászolgálja oda. Holnap biztos egész nap eladom a farmadni, mi? Hát, ha önnek is megfelel. Nekem nem felel meg! Legszívesebben levonnék amiatt fél fontot a fizetésem. De ura, ez egy évben csak egyszer fordul elő. Jönge bencsém! Minden decemben most mondom ki. Meg a fiákozni. De annál hamarabb legyen itt, holnap után reggel. Yeah.
A lánc egy-egy szeme minden elmulasztott alkalom, amikor jót tehettem volna. Tudod, hogy a halál után semmivel sem tehetjük jóvá az élet elmulasztott alkalmait? Pedig te mindig jó üzletember voltál, üzlet! Tudod, mi lett volna a jó üzlet? Az emberség, jótékonyság, türelem, jó akarat, egész évben, ilyenkor, karácsonykor szemben karácsonyban. Ma éjszaka azért vagyok itt, hogy figyelmeztessem. Még élsz, és megvan rá a lehetőséged. Kerüld el az én sorsomat. Egy szellem fog belőled nálam. Az a lehetőség? Várd őt még ma ilyen, amikor a harang 12 üt. Én gondoltam valamit, tehát nem. Én
Igen. Angliában van ilyen? Igen. Harapós? Igen. Akkor biztosan a kutya? Nem, ne találj! Valami különleges állat? Eléggé. Én csak egyet ismerek belőle. Akkor megvan. A nagybátyám. Scrooge. Milyen jó nevet, hogy hálálatok lennék, de mindent a nagybátyám meg is éles. Hát éljen, Scrooge bácsi! Boldog karácsonyt mindenkinek! Boldog karácsonyt! A szellem és az öregemmel újra útnak indul. Scrooge-nak úgy tűnik, mintha megváltozott volna a város. Hirtelen üzletemberek között találták magukat, fel alá szaladgáltak, csörgették a pénzt a zsebükben, nézték az órájukat. Megálltak a szellemmel egy kis csoport mellett hallva a beszélgetésüket. Ezért felemelem a fizetését. Boldog karácsonyt! Sokkal boldog!
kertében mézes kalácssal és teával a szülőket is látjuk.